Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok, ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal a ti kérésetekre kötünk áttört rombusz mintát. Egy nagyon szép, egyszerűen köthető azsúr mintáról van szó, jobbra és balra dőlő fogyasztásokkal, illetve három szem összekötésével, a visztáján végig fordított sorokkal. A minta egység 8 szem, ehhez egy jön a szimmetria miatt, illetve a két szélszem. Ezen a darabon, ahol 4 minta egységet kötöttem, ez azt jelenti, hogy 4×8 plusz 1 plusz 2, 35 szem van a tűn. Magasságban 12 sort kötünk. Egy angol nyelvű leírás állt rendelkezésre. Látszik, hogy 8 alosztható szemszámra van szükségünk plusz 1 szemre. A páratlan sorok, végig fordított szemekkel kötendők, ez lesz a kötés visszája. A páros sorok, a kötés színe, balról jobbra olvassuk itt most a jelek, illetve rövidítések sorrendjét, csillagok között az ismétlődő mintaegység. Az ismétlődő mintaegységek előtt tehát van egy sima szemünk, az ismétlődő mintaegységen belül egy sima, két szemet simán összekötünk, ez itt jobbra dőlő fogyasztást fog jelenteni. Ebből is látszik, hogy az angol nyelvű leírások is a nyugati klasszikus kötők számára íródtak, ha valaki más módon köt, akkor ezeken a helyeken át kell értelmezni a leírásokat. Ráhajtás, egy sima szem, ráhajtás. Ez a rövidítés itt azt jelenti, hogy két szemet átforgatunk, majd simán kötjük. A balra dőlő fogyasztást jelenti így módon a nyugati klasszikus kötők számára. Ezt itt meg lehet oldani úgy is, hogy egy szemet simán átemelünk, egyet simán kötünk, majd az átemelt szemet erre ráhúzzuk. És még két sima szemünk van az ismétlődő mintaegységen belül. Végig ezekkel a rövidítésekkel találkozunk, illetve itt ugye három szemet kötünk simán, és még lesz egy olyan rész, ahol három szemet simán összekötünk. Itt tehát balról jobbra olvassuk a jelek rövidítések sorrendjét. Én jobban szeretem azt a változatot, ahogyan egyébként a kötés, mint a szerkesztők is működnek, és a szöveges leírásokat is így szoktam megadni, hogy jobbról balra olvassuk a jeleket. Itt vannak jobb oldalon a sorok számozásai, és jobbról balra haladunk tehát. Így aztán az ismétlődő mintaegységek előtt lesz a szimmetria szeme, és utána a dupla vonal között az ismétlődő mintaegységek. Együtt szélességben két mintaegységet kötünk majd, ehhez 2×8 plusz 1 plusz 2, 19 szem van a tűn. Az első szélszemet mindig simán átemelem, az utolsót pedig fordítottan kötöm majd. Indulunk az első sorral, szélszem, és végig fordított szemeket kötünk. Szélszem. A második sor következik a színén, és ezentúl csak a páros sorokat kötjük majd együtt. Mindegyiket egy végig fordított szemekből álló sor követi a visszáján, a ráhajtásokat is fordítottan kötjük majd. Második sor tehát, szélszem,
Az ismétlődő mintaegységek előtt van egy sima szemünk. Indulunk az ismétlődő mintaegységgel, egy sima, két szemet jobbra dőlve simán összekötünk, ehhez a nyugati klasszikus kötőknek első számból össze kell kötniük két szemet simán. Ez lesz egy jobbra dőlő fogyasztás. Ezt követi egy ráhajtás, egy sima szem, másik oldalán is egy ráhajtás, majd két szemet balra dőlve simán összekötünk. Ehhez a nyugati klasszikus kötőknek át kell forgatni a szemeket, hogy azok hátsó számból legyenek kötendők, vagy az első szemet átemeljük úgy, mintha simát kötnénk, a másodikat simán kötjük, majd az átemelt szemet erre ráhúzzuk. Ez tehát egy balra dőlő fogyasztás. Ezt két sima szem követi. Itt ér véget egy 8 szemből álló mintaegység, ezt még egyszer megismételjük. Egy sima, két szemet jobbra dőlve simán összekötünk, ehhez első számból simán összekötjük a két szemet. Ráhajtás, sima, ráhajtás, két szemet balra dőlve simán összekötünk, elsőt átemelem. Úgy szúrok bele, mintha simát kötnék, másodikat simán kötöm, majd az átemelt szemet erre ráhúzom. Ezt követi még két sima szem. Itt ér véget a második mintaegység, és utána már csak a szélszemünk van hátra. A harmadik sort a visszáján megkötöttem végig fordított szemekkel, beleértve tehát a ráhajtásokat is, következik a negyedik sor. Szélszem, az ismétlődő mintaegységek előtt egy sima szemet kötünk. Indulunk az ismétlődő mintaegységgel, két szemet jobbra dőlve simán összekötünk, ehhez első számból simán összekötök két szemet. Ráhajtás, három sima, ráhajtás, két szemet balra dőlve simán összekötünk, elsőbe úgy szúrok, mintha simán kötném, átemelem, másodikat simán kötöm, majd az átemelt szemet erre ráhúzom. Egy sima. Itt ér véget az első mintaegység, újra kezdjük. Két szem jobbra, első szálból simán összekötöm. Ráhajtás, három sima. Ráhajtás, két szem balra, és még egy sima szem. Itt ér véget a második mintaegység, és még a szélszem van hátra. A hatodik sor következik, szélszem. Az ismétlődő mintaegységek előtt két szemet jobbra dőlve simán összekötünk, indulunk az ismétlődő mintaegységgel. Egy ráhajtás, öt sima. Ráhajtás. A következő három szemet jobbra dőlve simán összekötjük. Ehhez a három szemet első szálból simán összekötöm. Itt ér véget az ismétlődő mintaegység, ezt annyiszor kötjük, ahányszor szükség van rá, és az ismétlődő mintaegységek után ráhajtás, öt sima, ráhajtás, majd a végén két szemet balra dőlve simán összekötünk. Elsőt simán átemelem, másodikat simán kötöm, az átemelt szemet erre ráhúzom. Szélszem. A nyolcadik sor következik, szélszem. Az ismétlődő mintaegységek előtt egy sima szemet kötünk.
Indulunk az ismétlődő mintaegységgel. Ráhajtás. Két szemet balra dőlve simán összekötünk. Az elsőbe úgy szúrok, mintha simán kötném. Átemelem, másodikat simán kötöm. Az átemelt szemet erre ráhúzom. Három sima szem következik. Majd két szem jobbra, ehhez első szálból két szemet simán összekötöm. Ráhajtás, sima. Itt ér véget az első mintaegység, újra kezdjük. Ráhajtás, kettő balra. Három sima. Kettő jobbra. Ráhajtás, sima. Itt ér véget a második mintaegység, szélszem. A tizedik sor következik, szélszem. Az ismétlődő mintaegységek előtt van egy sima szemünk. Indulunk az ismétlődő mintaegységekkel, egy sima. Ráhajtás, kettő balra. Sima, kettő jobbra, ráhajtás, kettő sima. Újra kezdjük az ismétlődő mintaegységet, egy sima, ráhajtás, kettő balra, egy sima, kettő jobbra. Ráhajtás, kettő sima. Itt ér véget a második mintaegység, szélszem. A tizenkettedik sor következik, szélszem. Az ismétlődő mintaegységek előtt egy sima szemet kötünk. Indulunk az ismétlődő mintaegységgel, kettő sima. Egy ráhajtás. A következő három szemet jobbra dőlve simán összekötjük, ehhez első szálból összekötöm a három szemet simán. Ráhajtás, három sima. Itt ér véget a mintaegység, újra kezdjük, kettő sima. Ráhajtás, három szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Ráhajtás, három sima. Szélszem. Ezzel a 12 sorral megkötöttünk egy mintaegységet magasságban. A továbbiakban ezt ismételjük. Együtt tehát két mintaegységet kötöttünk szélességben és egyet magasságban, a nagy minta négy mintaegység szélességben és három mintaegység magasságban, és még megkötöttem a visszáján a következő fordított sort. Ha tetszett ez a videó, kérlek, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt eddig már megtette. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek!